Szava nélkül mit élek én? Szava nélkül mit? Tényleg mit élek én szava nélkül? Ez is ott van, hogy ezt tudom. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, barátaimat, ellenségeimet. Mindenkit, mert ugyanis én nem politizálok, én barátokat szerzek, kis ellenségeket. Politikusokat egyet sem. Úgyhogy nagy szeretettel jöttem el önökhöz, ugyanis ma írhatom le utoljára úgy a születésnapomat, hogy 7-essel kezdődik. Mert decemberben, 20-án már 8-assal 80 leszek. Köszöntöm lenti kollégáimat, itt van a legjobb barátom, aki megoperálta a derekamat, azóta kitűnően tudok menni, gerincemet megcsinálta. A lábamat, a viszereimet megcsinálta. Azóta remek, minden remek, szóval csoda, és itt van a 13. kerület volt, azt külön tapsoljuk meg, rendőrkapitány a dandártában, aki Pella László! Azon kívül itt van nagyon-nagyon sok-sok régi barátom. De engedjék meg, először is elmeséljem, hogyan kerültem én tulajdonképpen a színpadra. Úgy kezdtük, hogy hárman, Koncz Gabi, Tordi Géza és Jómagam elmentünk a Vígszínházba. Ajtai Andor bácsi nevezett egy darabot, rendezte, az volt a címe Idegen partok előtt. Bandi bácsi rendezte, máig emlékszem, odaadott egy szöveget, fel kellett olvasni. Máig emlékszem a szövegre, ez volt, azt mondja, Linda, mi így hívtuk, nincs többé. Az igazi neve más volt, azt azonban nem mondhatjuk meg, csak a háború után. Elolvastam, visszaadtam, megszólt Bandi bácsi, azt mondja, hát fiacskám, nagyon jó, csak te egy kicsikét játszasz a hangot. Rendben van, hogy szép hangod van, de nem szabad vele járni. Ezért egyszerűen olvasd el. Valahogy így megmutatom neked. Linda! Mi? Igen, tessék. Szóltál? Egészségére. Linda! Mi így hívtuk, nincs többé. Az igazi neve más volt. Azt azonban nem mondhatjuk meg, csak a háború után. Hát így egyszerűen, fiam. Ott álltam, kezem lábam remegett, oldalzát Bereves Karcsi, Keresemél, azok, amely vászakkal felléptem, odaszól nekem a Bereves gyermeket, utánozd le az öreget. Mondom, nem merem, utánozd le az öreget. Mondom, utánozd le? Mondom, mit kell. Odáig jutottam én, Linda, mi hittok, nincs lövő, az igazi nem a más volt. Itt megszólalt a Bandi bácsi, a kettő így szólt, én. Linda, mi így hívtuk, nincs többé. Az igazi neve más volt, az anyád valagát, fiam. Ne utánozd be segbe rólam, te játszod a szerepet. Így kaptam meg életem első szerepét. Aztán követték a többiek, jaj, jött a Págeront, a lakkörőt haza, ő is játszott ebbe az idegen partok előtt, ez egy kapitány játszott benne, soha nem felejtem el. Egyik oldalon álltam én, másik oldalon Deák Sanyi bácsi, mint bócman, felérzetmester, én ott, mint matróz, itt középen állt Páger Antal, mint kapitány, és akkor oda ment hozzá a Benkő Gyula, és azt mondta, hogy te kapitány vagy, te semmi, te piszok, te aljas, Páger. Álljon meg, gyerekek! Álljon meg a próba! Egy Páger Antal nem lehet leköpni! Kazán Pista rendező. Miért nem lehet leköpni? Tényleg én már itt van benne a szövegben, itt a rend, oda megy, és a fő kapitánt le kell köpni. Nem köpjél! Engem nem lehet leköpni! Páger Antal vagyok! Most jöttem haza! Ha mit gondoltok ti róla? Ott az ala, köpjék le azt! Mondom, elnézett Téni bácsi, de mi pont engem? Azért, mert te fiatalban tartoskodok, köpkönyedek csak. Kazán, jó, átrendezzük az egészet, akkor édes Téniként álljál ide,
Gyuszikám, te közelítsék, te ott maradsz, mondta. Józsikám, mikor jön a szövege, és látod, hogy kezdenek veszekedni, lassan ódalok közéjük. És amikor odaér a kapitány, hogy te piszok vagy, te személy, akkor odaugrasz kettőjük közé, köp a Benkő, és téged találsz. Na, de örülök, mondom. Na, ez így ment 30-szor, mondanom se kell, 30-szor ment így, na de hát engem sem faragtak, ugye. Jó pénzből jött a 30. előadás, képzeljük el, egy szó, megtörtént, esett, jött az előadás, függön, jött az ominózus jelenet, Benkő, te kapitány vagy én? Te szemét én? Te piszom? Kettőjük közé ugrottam, Benkő köpött, lehajoltam, puf, szemen a págert. Elkezdett a págeri kiapálni, állj, süllyed a hajó, vizet kaptam, léket kapott a hajó, kimegyek a francba a színpadról, készvég. Kiment a színpadról. Le kellett engedni a függőt. Hát olyan félelmetes dolgokra mert rávetemedni, hogy az ember el se gondolja. Aztán ebben a színházban olyanok történtek még, hogy az csoda. Volt ott egy Beregi János nevezetű színész, aki ennek a Beregi Péternek az édesapja volt, segédszínész volt a színházban. Volt egy jelenet, ahol kártyáztak. Négyen. Páger, Benkő, Deák Sanyi bácsi, negyedik volt a Beregi. Azt mondta neki a rendező, Beregi, maga semmit ne csináljon, csak egyik kártyát rakja a másikra. Ők ultiznak maga, ne szóljon semmit. Elkezdtek kártyázni, na most tudjuk, hogy ha a kártyában felfordul egy lap, akkor azt szokták mondani, zsidó van a patriba. Na, elkezdtek kártyázni, kontra, rekontra, szuk, hopp, állj, mondta a pár gyerekek, álljunk meg, zsidó van a patriba. Beregi felugrott, azt mondja, kérem engem, ide rendeztek. Köszönöm az napsát. Jó, marha meleg van. Nincs egy ilyen gondok? Meg kéne kapcsolni, ugye? Akkor nincs melegük? Nincs. Nekem kurva melegem van. Na, ide nem érdekel. Szakol le! Akkor lekapcsoljuk az időgőjön. Jó van, nem? Igazán lesz a végére, csak megtörült. Így is fáj a lábam, a derekam, minden a viszerem kilóg. Minden nem kilóg. Ja, ez még nem lóg ki, majd kifog. Na, szóval azt akarom mondani, itt minden megtörtént és meg is történetet. Aztán volt egy másik barátom, erről csak röviden, mert minden dalomat, amit én ma este itt énekelni fogok, az Nádas Gábor írta, a híres zeneszerző, aki híres volt arról, hogy akkorákat hadovált, mint egy állat. Egyszer mentünk le fellépni Dunajvárosba, Maros utcába lakott, elindultunk autóval, egy kis 500-assal, és ahogy mentünk, jött az 59-es villamos, előtte elcsúszott egy motoros, de a motoros időben felpattant, fölült a motorra, és tovább ment. Mi leérkeztünk Dunajvárosba, mondtam Gobinak, rögtön jövök, elintézve a zongorát, megnézve a színpadot, jövök, és megyünk fellépni. Kimegyek, jövök vissza Gabi 30 pincér gyűrűjében. És akkor képzeljék el, mit láttunk a Joskával? Nézem ott az ajtóba. Képzeljék, jött a villamos, az 59-es, jött a motoros, elcsúszott, a villamos nem tudott megállni. Levágta az egyik kezét, levágta a másik kezét, levágta az egyik lábát. Rám nézett, azt mondja, ja, utána fölült a motorra és elment. Hát szóval igen, de ezt így elvárja az ön egy jó kéne után. Tudom, hogy vele van, de azért abszolút ennyi pénzű lehet. Szóval talán az ingyen vezetek. Na, nem érdekes. Na, azt akarom csak mondani, hogy engedjék meg akkor most, hogy egy nádas számot, mintha jól kezdődik a hangolat az egész előadás. Szeretnék nem dumt csak dumálni, hanem nótás kedvű oldalamat is bemutatni önöknek. Engedjék meg egy olyan dalt, amit Nádas Gábor külön nekem ír. A címe, biztos önök is fogyasztottak már előtte, ha nem, akkor szünetben van egy jó kis. Jó kis pián. Rozi, Gyurik Andrán, itt is egy barátom. Csak neki szól, mert őtől ezt mindig szabtam kapni egy-két láda. Rozét majd üvegre se hozott, mert nagy kezű, nincs bő kezű. Szegény orvos. Harapszom kicsit, na mindegy, megtek. Majd megbeszéljük a végén. Szóval szám címe, én csak bánatomban iszom. Watch out! Én csak bánatomban iszom. Watch out! De akkor neki, én pedig
nyomzat, sehogy csak bírom. Ha szívem széttéki, majd a boldogságban osszom. A csókod van, de boldogok én. De addig a szesz, de még a szom lesz. De nem jó öregén, csak bánatom a részem. Ha este nem rám látsz józanul, sehogy csak bírom. Még följön, kérlek, fényt a nézőtére. Ez egy szép látható. Kedves szó, Isten, akkor örömmel. Annak, aki téged szeret, nincsen választása. Tőled függ, hogy mire virrad, örömre vagy gyászra. De tőled függ, hogy mi lesz vele, boldog lesz, vagy szenved. Függetlenül minden tülé, csak téged. Szeretlek, én csak bánatom részem. De akkor ki lépne józan, sehogy csak bírom. Ha szívem széttépi, majd a boldogságban osszom. A csókod volt, de gondolok én. Addig a szeszó, végre szom lesz. Ha este nem rám vár, józanul se, hogy se bírom, ha mással jár. Ez a boldogságra lármadozom, én is vagyok mások. Szeretnék egy csendes otthont, benne sok vidámat. Úgy élni, hogy minden ember a csodájára járjon. Sajnosa összetépik, elvonják az álmom. Ilyen csapánatom megszom. De akkor én józom, sajn csak bírom. Dicsértessék, jaj, ott voltam, itt a Pássi Józsi, de a dicsértessék, jaj, jaj, jött a papa, azt mondja, és köszönöm, nagymamámon mindig ott voltam az első sorban, és ő volt az előjön imádkozó. Azt mondja, mi atyám, többiek mi atyám, ki vagy a mennyekbe, ki vagy a mennyekbe, szálltál a szívet, szálltál a szívet, jöjjön, tehát végig kellett még hallgatnom, bejött a papa, azt mondja, na, csukja be átul valaki az ajtót, gyerekek, marha húzat vagy, jó van, köszönöm. Az Isten megírta a 22. fejezetből azt a mondást, mikor Jézus így szól a néphez, csukjátok be hátul be már valaki ezt a rovat ajtót, megmondtam már az előbb is, hát csukja be olyan húzat, ha megfázak a füled. Na. Az Isten megírta a 22. fejezetből, a 32. fejezetből, a 48. fejezetből, az összes fejezet, lófasz pedig elvittek, olyan húzat van, hogy itt emberi, jó? Ő kiment a szintorból, volt.
Szóval olyan házias volt, ott mindenki ismert egymást. Mindenki ütközön kezicsokon, dicsértessék, fölmegyek a partra, lemegyek a hőgybe. Jaj, az elején megemlítettem a hitaitot, én csak magunk egy picit levált. Olyan aranyos közösség van, úgy fel tudtam, úgy van, és ennek olyan nyüzsgők, úgy ünnek, mint nem. Nem azért mondhatom, hogy nem, nélkül meg a színát, akkor szoktam nézni önök. De szeretem. Szóval, Ajtai Andor, mikor elment, akkor azt mondta, édes Józsikám, ha én elmentem, egy dalt rád hagyok, azt mindig Csajnek, neked, mindig te énekeld. Címe, ne sírj kislány. Te sok éve már, hogy elmentem Pestről, Amerikába én. Sok év után most Los Angelesből, hazavajóztam én. Sok éve már, hogy egy barlang is van, nem láttam azóta sem. De még a dalra sok könnyes arca, most is csak emlékezem. Ne sírj kislány, minden május tovaszán. Hogyha egyszerűen az alkot, ne várj rá magad a partra, kicsi lány, Sacsi kislány. Ne sírj kislány, felejtsd el a nevemet, nézd az öreg citadellát, a kinevet, lesz majd más, ki szeret téged. Hidd el kislány, ez az élet, a rohanó, suvaló szót. Sok év után most hazajöttünk Pestről, meghódítottuk Amerikát nagyon-nagyon hamar. A Metro Goldwyn, na meg a Mayer, mikor nyitottam nagyon hamar. A Metro Goldwyn, na meg a Mayer, magyar szóltól hangosak. De azért kint is, na meg itt bent is. Nosztalgiázunk sokan. Ne sírj kislány, minden május tovaszán. Ami elmúlt, nem jön vissza soha már. Hogy ha halkan tudatlanul elvész mellette, úgy ott vagyunk, kicsi lány, Csacsi kislány. Sétáltunk Dunaparton, megfogtuk egymás kezét, meg amit így ott a parton lehetett, fogtassuk szépen. Szeremet vallottunk egymásnak, azt mondtuk, soha többé, csak te, csak te. Ne sírj kislány, felejtsd el a nevem, nézd az öreg citadella kinevem. Lesz majd más, ki szeret téged. Hidd el kislány, ez az élet, rohanó, suhanó szó. Miután most egy gyönyörű kislány jön, akit nem én szeretnék bejelenteni, hogy ebben a műfajban is ne talántán jönnek utánunk fiatalok is követnek minket, engedjék meg bejelentsem. Következik, most ők fognak konferálni, ők mondják a következő számot. Domrádi Alina
és Vég András. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mielőtt felbumferálnánk a következő fellépőt, bemutatjuk a mai zenéses lüktető szívét, a zenekart! A 60-as, 70-es években méltán aratott sikert az azóta ikonná vált Táncdalfesztivál, ahol olyan előadók váltak közismerté, mint Korda György, Szécsi Pál, Koncz Zsuzsa, Aracki László, Kovács Kati, Fenyő Miklós, az Illés Zenekar, Bródi János, az Omega és meg annyi nagyszerű előadó. Akkor ismerte meg az egész ország a Stúdió 11-et, Körmendi Vilmos vezéletével. A mindig mosolygó Körmendi Vilmos zenei tudása adta meg a mindenkori táncdalfesztiválok hangulatát, színvonalát. Az ő zenei tudását viszi tovább fia, aki több hangszeren is kiválóan játszik, zenei tudása pedig méltó édesapja emlékéhez. Hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy bemutassuk a zenekart! A dobnál Galambos István! A gitáron Pintér András! A zongoránál pedig nem más, mint Körmendi Péter! Hölgyeim és uraim! Most pedig szeretnénk egy méltán közismert és népszerű énekesnőt bejelenteni. Akit tulajdonképpen nem is nagyon kell felkonferálni, mert a közönség ismeri és szereti. Hiszen amikor a világot meglátta, már akkor úgy hívták. Karda Bea! Csodálatos színpadban ott voltam 45 évig, fantasztikus idő. Ma azt mondják 2 év, és akkor jaj, már ünnepelnek banket. Na, 45 év, semmi. 45 évig voltam, amikor a Kibéti Ervinnel öltöztem, egy színpadon voltunk, volt egy rohadt papagája. És imádta a madarakat, és volt egy darab, ami behozta a vállán. Én vagyok a király! És akkor a Kibéti felhozta, betette az öltözőmbe. Jött a madár, csipegetett a szentbe, bele az izébe, a festékembe, mindent szétszólt, kiköpködte, magot teleszólta.
Néztem, nincs itt az Ervi, fogtam, betettem a kardickába. Jött fel az Ervi, és a aranyos kokó, az anyád is bementi a kardickába, de ügyes kis kokó van, gyere kicsillag! A rendcsillag ide kis ugyan! Kivette. Kitette szám, most marad ki, menjél el, papa, a második része. Lement a második része, felnultam, ugyanezt csináltam a madár. Jött be a festékembe, be a dobozomba, körülnéztem Ervi, lemon, bevártam a szekrénybe, becsuktam az ajtót, kalickának úgy hagytam, itt az Ervi. Kokó, de ügyes vagy, bementi, becsuktad az ajtót, gyere ki csillagom, kinyitotta, kiengedte, kitette, harmadik felvonásban ugyanezt csinálta. Mindenbe belenyúlt, mindenbe belekapart, fölgerjedtem magam, bevágtam a kalickába, betettem rá, rá a lakatot, becsuktam a lakatot, zsebrelté. Jött fel az Ervin, kokó, hát te ügyes vagy, betetted a zárt, becsuktad, a lakatot is becsuktad, te aranyos. Zállad ide a kulcsot, mert valak barogra. Na most ezt a kis gondolom a viccet azért mondtam, hogy így ahogy van. Mert úgy volt eredetileg, hogy elhívom a fiamat is Gangsta Zoltán. Miután két szép alkotásom van, mert alkottam kicsit, alkottam nagyot, alkottam kis szerepet, alkottam főszerepet, de a két legszebb alkotásom a fiam, Gangsta Zoltán, és a lányom, Zana Zita. A lányom most 23 éves, a fiam most, nem mondom meg, majd ő elmondja, 53. De úgy néz ki azért minden 40-es, mi mint az apja, egy 50-es. Múltkor megállítottak a hírjönbe, a metróba, szegye jegyeket mondom anyádnak, és mentem be. Új, de pipákoltak az ellenőrök, kérték a jegyemet, mondom, nem adom. Na szóval ezt azért mondtam el, mert csináltunk most a Zolival egy vadonatúj feltételt, melynek az a címe Zana Gang, Zagang. Egy ilyen bítes nótát, én vagyok a finom. Most bebizonyítom, ugyanis a kard az előtt lévekről, én neked csak nem akartam elárulni, mi itt küzdködünk az Isten, baj megszakad a torgunk, itt van az a három szegény zenő, és azért jött el, hogy ne legyen ilyen playback, de mert utálom a playbacket, én csak élő zenét szeretem, és ha van ilyen három zseniális személyem, mint a Körmendi Peti, mint a Körmendi Peti, aki ott ül hátul, mint a Laci Lajcsi fia, ott a gitárnál, és mutatkozzál, mert tomlál. Nem hallom! Galambos, ez is galambos az a nezelcsen. Akkor mi az Istennek ide playback? Na most én elhoztam egy playbacket, ha akarják, meghallgathatják, ha akarják, nem. Én majd konferálom. Ha akarják, végighallgatják, ha akarják, lecsukhatják. Én most nagyon megkérem a föntéket, tegyék be a playbacket. Telefonban kezd, hív a fiam. Halló, halló, szevasz fiam, édes fiam, apu vagyok, édes apu? Hányúról van az? Múltkor is ezt mondtad, ezt mondtad este, de akkor tényleg. Szia, szia. Így mehetsz a hétek óta, a végigom sem tárgyal, tárgyalunk. Pedig úgy szeretnék éve hóba, ha le lehet egy szép napom. Ha szólnak, lekapcsolom. Már nincs szüksége jó tanácsra. Hogy felnőtt fel se foghatom. Kúba bejbe! Őket visz az új lakásra. Nem kicsi a forgalom. Jó tanott, elfutnak a perc.
percet, úgy, mint velem, de sajnos még itt vagyok. Ez a mániá. Jön egy 13. kerület, és leszünk még. Csupa-csupaság. Ez még nem osztalak. A következő gaparják 20. hát elhozom. Mondozd ki kérem, édes fiam, úgy, mint egy koron. Ha egyet a jóból túl sok mara felé, a felén átvállalom, gyere hozzád a haverom a csajom. Az én fiam az sosem gyenge, mindenkivel harcba száll. Húzod az árral szemben, és az égen szörnyen, mint örnyen tovább. Osztoszunk már jóval rosszban, voltunk nyertesek és vesztesek. Az életének része volt a nap, és a miért még csak élek, arad leszek. Volt a föld a helye, mondod belé, csukna korna, szerte a föld, a szer, neked a nyugod, nekem a nap. Nem király az utcám, és nem bővölde a ter. A 13-as számom, mint élem az életem, a 3 soha nem lesz 13, mi vagyok a anya föld és jó buda, együtt sok vagy soha. Jó barát az élet, édes fiam, oly sok jót adott. Elfutnak a percek, úgy, mint velem, de most még itt vagyok. Gondozni kéne, édes fiam, úgy, mint egy korom. Helyes külés, ha neked a jó. Fiamból ennyi elég volt, ugye? Igen. Már tudják a nevét. Nagyon szépen köszönöm, és tényleg büszke vagyok a fiamra, a lányomra. Azért szeretem őket, mert ilyen hülyék. Minden. Hát ők ilyenek, én olyanok. Magam nem éve, én is hülye vagyok. Tulajdonképpen minden színész valóknak kicsikét. Egy kicsit meg vagyunk lőve, dinkák vagyunk, mondanak ezt, mondanak azt, de én mindig mindent a szívemből adok. Én szeretem a közönséget, én szeretek önöknek játszani, én szeretek önökkel itt lenni. Én tulajdonképpen itt ma mindenkit szeretek. És most engedjék meg, hogy ekkora szeretet után elmondjak egy nagyon szép komoly verset önöknek, amelynek címe, írta Petőfi Sándor, a tünet. Műsorunkban ritka tünet, következik 10 perc szünet.